kánikulában minden élőlény számára fontos a folyadék utánpótlás, nincs ez másképp a házi állatoknál sem. Ugyanúgy, mint embereknél, önálluk is nagyon fontos a folyamatos vízivás, folyamatosan legyen előttük friss víz, hideg víz lehetőleg, ezt cserélni kell rendszeresen, árnyékot kell adni a kutyáknak, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem maradhatnak bent zárt ajtóban, zárt térben, mert pillanatok alatt hőgutát tudnak kapni. Ugyanez igaz a sétáltatás, hogy nem sétáltatjuk a nyári melegben őket napközben a forró betonon, mert a talpárnájuk meg tud égni. Ha muszáj őket napközben vinni sétálni, akkor füves területet válasszunk, vagy inkább a hajnali és a késő esti órákat. Javaslom, hogyha meg tudja tenni a gazdi, hogy ha még a kutya kinti kutya is, inkább engedje be őt a légkondicionált hűvösebb lakásba, házba. Higgyék el, hogy meg fogja hálálni a kutya, mert írdatlan melege van szegénynek, és nagyon jól esik neki is egy kicsit hűsölni bent a házban. Kutyák nem tudnak izzadni, a talpárnájukon keresztül képesek párologtatni, illetve liegéssel tudnak hőt leadni. És a nagy bunda alatt ők nagyon, sokkal könnyebben hőgutát kapnak, mint az emberek. Különösen igaz ez a rövid fejű, brachicefál kutyákra, mint a mops vagy a buldogok, nagyon veszélyeztetettek ilyenkor. Önálluk nagyon sok olyan páciensünk van, aki gyakorlatilag délután, reggel 6 óra után ő már nem tud kimenni az utcára, mert 20 méter séta után már elkezd fuldoklani, és nem fog levegőt kapni, hőgutát kap, úgyhogy ő rájuk ilyenkor különösen vigyázni kell, mert eleve légzési nehézséggel küzdenek, ebben a nyári melegben, séta közben pedig nagyon könnyen hőgutát kapnak. A hőgutának több jellemző tünete is van, amiről fel lehet ismerni. Lihegés, szaporalégzés, eszméletvesztés, inkoordinálatlan zavart mozgás, ezek a jellemzők. Testhőmérséklet megemelkedik természetesen, hogyha a gazdi ilyenkor megméri a hőmérsékletét. Hogyha a hőgutára van gyanú, akkor mindenképpen a hűtést kell elkezdeni, mint első segély. Nem kell várni arra, hogy beérjenek az állatorvos, ezt már otthon el kell kezdeni vízzel locsolni a kutyát, a bundáját átáztatva. Tehát az, hogy egy nagy bundájú kutyát lelocsolunk vízzel, az még nem fog átérni a bőréig. Tehát folyó hideg vízzel a bundáját átáztatva. Lehet azt csinálni, hogy egy nagy lepedőt hideg vízzel benedvesíteni, bevizezni, és azt tenni a hasára, lágyékára, ott jelentős hőt tudunk tőlük elvenni, illetve nyilván hűvös helyre vinni, és ami, hogyha a kutya még magánál van, észnél van, akkor pedig az itatással próbálkozni, és hűteni mindenképpen. Fontos tehát, hogy a kánikulában ne csak magunkra figyeljünk, hiszen a kisállatoknak is szükségük van a hűvösre és a kellő mennyiségű folyadékra.